Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves úriak, kedves egybegyűltek! Sok szeretettel köszöntök mindenkit településünk adventi koszorújánál, az első gyertya meggyújtásának alkalmából, advent első vasárnapján. Engedjék meg, hogy először is a köszönet hangján szóljak. Megköszönjem azoknak, akik azon dolgoztak az elmúlt napokban, hogy ilyen szépen feldíszített környezetben örülhessünk és ünnepelhessünk. Köszönöm az óvodásoknak, az óvónéniknek, az iskolás gyerekeknek, az iskola pedagógusainak, közhasznú dolgozóknak, Hegyéné Turán Krisztinának, Hege Miriamnak, az adventi koszorút és ezt a szép környezetet, hogy itt örülhetünk. Pár perccel ezelőtt még csak páran voltunk ezen a téren, és most, hogy ez a dallam felcsendült, egyből benépesült ez a tér. Lehet, hogy az időjárás teszi, de egy tavaszi hasonlat jutott az eszembe, mint amikor a méhecskék a virágzó virágszilmokra oda repülnek, ahogy ezt tehetik, és ahogyan végre lesz ennek a műsornak, ugyanúgy mi is majd elrajzunk, és megyünk haza a szűk családi körben, és ott folytatjuk tovább az ünneplést, a hálaadást. De az, hogy így együtt vagyunk, ez is azt jelzi, hogy egy nagy közösség, egy nagy család, az az érzés, ami bennünket itt összeköt, és együtt tudunk ünnepelni. Köszönöm, hogy együtt lehetünk, és fogadják sok szeretettel az Apostoli Egyházközség műsorát. Lajos, visszajön. Hóból az erdő, ködből a felhő, hó esik, tél szele fújja. Valaki eljött, valaki elment, valaki visszajön újra. Száll csuda híre, szívből a szívbe, 2000 éva tanúja. Valaki eljött, valaki elment, valaki visszajön újra. Angyalok ajkán, emberek hangján, csendül a csillagos ének, 2000 éve mennek elébe, boldogan, kik nekik élnek. Ott a helyed, e drága menetben, életed Krisztusa vár rád. Hagyd el a gondot, légy vele boldog, zengje a szíved a hálát. Thank you.
Áldozatáról hirdetünk.
csak mit tennél, a jászolhoz úgy-e eljönnél? Vajon mit tennél, mondd csak mit tennél, a jászolhoz úgy-e eljönnél? A pásztor lennél, vagy bölcs, követnéd de azt a csillagot? Tisztelettel és szeretettel köszöntöm én is a egybegyűlteket. Köszönjük, hogy az Úr előtt, Isten előtt, hogy kiszakítottunk a szabad időnkből néhány percet, hogy emlékezzünk arra, amikor ő a földre jött, és felkészüljünk erre a várakozási időszakra. Én egy bibliai idézetet szeretnék most felolvasni, egy egész rövidke mondatot, mert így hangzik, üdvözítő született ma nektek. Ezt igazából angyalok mondták valamikor, több mint 2000 évvel ezelőtt. Azoknak a pásztoroknak, akik valamikor ott Betlen pusztáján őrizték az ő nyájaikat. És csodálkoztam ezen, hogy az angyalok nem a heródesi palotába mentek be, vagy nem ilyen fényes szállodákba, hanem egyszerűen megszólították azokat az egyszerű, kérgeskező, vásott szívű embereket, ezeket a pásztorokat. Azt is énekeltük itt az utolsó énekünkben, hogy vajon te mit tennél, ha pásztor lennél, vagy bölcs?
Ugyanis azt tapasztaltuk, hogy az igét olvasva, hogy úgy a bölcsek, mint a pásztorok, mindegyikőjük engedett annak a hívásnak, annak az indításnak, hogy elmenjen oda a jászolhoz, és tiszteletét tegye az újszülött Isten fiának. Vajon időszerű-e napjainkban ez a meghívás? Vajon időszerű ez az üzenet? Én úgy gondolom, és hiszem, hogy nem egyedül vagyok ezzel, hogy igenis időszerű. Mert bár eltelt több mint 2000 év, és látjuk azt, hogy az emberek azért teszik a maguk dolgát, járják az útjaikat, és olyan kevés az az idő, amit odaszánunk magának az Isten fiának. És nem csak az idő, mert tovább mutat. Nem csak arról az időről volt itt szó, hogy a pásztorok bementek Betlehembe a jászolhoz, vagy a bölcsek megtették azt a hosszú ideig tartó utat, hanem az, hogy valami változott az ő szívükbe. Mi változott azóta? Igazából az üzenet nem változott. Ami változott, az változott a helyszín, és változott a célközönség. Ahogy mondtam, Betlehem pusztájába hangzott el ez az üzenet, és a pásztorok felé, egyszerű emberek felé. Ma, hogy egész konkrét legyek, Suron hangzik el az üzenet. Igaz, hogy én rajtam keresztül, de az ige szavait olvastam fel az előbb. Igének azon szavait, melyet az angyalok hirdettek az egyszerű pásztorok felé. És itt most lehet, hogy vannak pásztorok is, én nem tudom, de tudom, hogy sokfélék vagyunk itt, akik itt vagyunk. Dolgozunk sokféle mindennel, és különbözőek vagyunk, de abban mindannyian egyek vagyunk itt, hogy felénk ma ez az üzenet hangzik, hogy üdvözítő született ma nektek, és ez az, hogy nektek, akkor a pásztorok fele szólt, most ez szól felénk, nektek, akik itt vagyunk, akik halljuk ezt a hangot, ezt az üzenetet. Valamiért eljöttek ide, és eljut felénk, eljut hozzánk is ez a szó, és mindenki tesz valamit. És itt van egy nagy kérdés, hogy tulajdonképpen hogy reagáljuk le ezt a megszólítást? Tudom, hogyha az angyalok szólnának most hozzánk, mint ahogy szóltak akkor a pásztorok fele, az egész biztos, hogy valami más reakciót váltana ki belőlünk. De tulajdonképpen Isten üzenetét tolmácsolták, és tolmácsolom én is ma mindannyiunk fele. Üdvözítő született ma nektek. Tehetjük azt, mint a durcás gyerek, aki a nem várt ajándékot kapta, csalódottan, vagy közönösen veszük tudomásul, hogy újra itt van, vagy volt a karácsony. Vagy ez a felszólítás, ez az üzenet. De ugyanakkor az is lehet, hogy elkezd bennünket érdekelni. Hogy ki az, aki ma egyáltalán én velem törődik? Ki az, aki azon belül, hogy velem törődik, az én üdvösségemmel törődik? Akkor pont, amikor szokjuk mondani, hogy mindenki magával foglalkozik, mindenki a maga dolgával törődik. Van, aki velünk? És mivel azt mondtam, hogy időszerű ez az üzenet, azt kell, hogy mondjam, hogy van, aki a mai napon is törődik az emberrel. Tulajdonképpen ő, az Atya Isten, aki a fiát küldte akkor, valamikor több ezer évvel ezelőtt, azért, hogy az embernek legyen lehetősége üdvösségre. Legyen lehetősége üdvözülni. És ő az, aki mondja, hogy nektek, született ma az üdvözítő. És ebbe a néhány szóba, nem, hogy mi nekünk,
jött ez az üzenet most, ma, itt, Súron, és ráirányítja a mi figyelmünket arra, hogy ez tulajdonképpen nekünk az üdvösségünket jelenti. Hogy fogadjuk? Úgy gondoljuk, hogy ez csak egy 2000 éves mese? Vagy azért több ez ennél? Ha igen, ez az előttünk levő várakozási időszak, akkor valós tartalommal lesz megtöltve. Ha úgy gondoljuk, hogy igen, ez igaz, és nem megyünk el szó nélkül ez mellett a felhívás mellett, hanem érintve érezzük magunkat, hogy ez engem is érinthet, és engem is érint, akkor ez a karácsonyi üzenet szó szerint életre szóló üdvözítő ajándék lehet mindannyiunknak. Én ezt szeretném kívánni mindenkinek, hogy ezt éljük át ennek a ünnepeknek az alkalmával. Isten áldását kívánom minden jelenlevőre, hallgatóra, és nagyon áldott, békés ünneplés, karácsonyi ünnepeket kívánok, és adventi további napjaira is békés várakozást, felkészülést, és áldjon önöket. Köszönöm szépen az Apostoli Egyházközség műsorát. Szeretném hirdetni, hogy jövő héten, december 5-én falukarácsony ünnepségünkre kerül sor. Annak keretében fog felgyulladni a második gyertya fényem. Szeretettel hívok, várok mindenkit ide a Szabadság térre. Itt tartjuk az ünnepségünket. Jó idő esetén, jó idő idézőjel, de tehát ha csak nem fog esni az eső, eső alkalmával a művelődési ház, fogcsikorgató hideg esetén is a forral, bor, a tea és az együttlét melege fogja a szívünket megtölteni meleggel, így tudunk együtt ünnepelni. Óvodások, iskolások műsora és a European Operett karácsonyi műsora lesz megtekinthető. Ezen az alkalommal adjuk át önkormányzati kitüntető címeinket is. A rendezvény bevételét a szülői munkaközösségek javára fogjuk fordítani. Az itteni teából, forlatborból, süteményekből, stombolából származó bevétel a gyerekek jövőévi programjait gazdagítja gyerekeknek. A Mikulás természetesen itt lesz, lehet versekkel készülni, puttonyát telezsákkal fogja hozni, és hát kis játékokkal, pónilovaglással, kis ringispivel is készülünk az ő szórakoztatásukra, hogy emlékezetes, boldog legyen az ő ünnepjük ezen a napon. Következő hétvégén, a harmadik hétvégén pedig a Katolikus Egyházközség műsorával gyújtjuk meg a harmadik gyertyát. Arra is szeretettel várok mindenkit. Köszönöm megtisztelő jelenlétüket. Köszönöm szépen.